2018-ig megépülhet az M3-as Ukrajna határáig az M34-es Vásárosnemény és Záhony közötti szakasza. Ezt a múlt héten jelentette be a Nemzeti Fejlesztési Miniszter. Az infrastrukturális fejlesztések újabb befektetőket is hozhatnak a térségbe, így tovább javulhat a foglalkoztatás. Újraindult a faüzem Vásárosnaményban, 30 milliárd forintból fejlesztette a svájci cég, a Swiss Krono, a régi faipari üzemet. A cég több mint 100 új munkahelyet biztosít telephelyén. Az új üzem évente 300 ezer köbméternyi OSB lapot fog gyártani, melyek elsősorban a hazai és a környező országok piacain kerülnek értékesítésre. De a cég termékeivel a nyugat, dél és kelet-európai, valamint az ázsiai piacokat is eléri. A cég további fejlesztésekben is gondol. Az autópálya továbbépítésével javul a város elérhetősége, ami újabb befektetőket is hozhat. Vásárosnaményban a következő évtől több beruházás is új munkahelyeket teremthet. A helyi fejlesztési programok uniós pályázatok többsége növelheti a helyben való foglalkoztatást. Kiemelt fejlesztési terület továbbra is a turisztika, a tiszaparti településeken kenupontok létesülhetnek. A település környékén pedig újabb kerékpárutakat építenek ki. Filip Sándor, Vásárosnemény polgármester a vendégünk. Jó estét kívánok! Köszöntöm a televízió nézőit. Polgármester úr, az, hogy megépül Vásárosnemény és Záhony között az autópálya újabb szakasza, tehát egy másik határ felé is nyitott lesz az út. Mit jelent Vásárosnemény számára? Az autópálya eddig is mindig hozott nekünk valamit, abban bízunk, hogy így lesz a jövőben is, bár az, hogy odaért hozzánk, ez egy óriási dolog volt. Most pedig, hogy elindul Záhony felé az autópálya, az M34-es, ez mindenképpen lehetővé teszi majd az elkerülő út rácsatlakozását erre a szakaszra, ezáltal még élhetőbbé válik a kisvárosunk, nem beszélve arról, hogy Záhony és Kisvárda felé is nyílik egy új lehetőség, egy gyorsabb elérési sebességgel. Ez az új lehetőség nyilván új feladatokat is ró a városra. Melyek ezek? Nyilván, ugye ilyenkor mindig azon gondolkodunk, hogy mit és hogyan, hiszen látjuk azt, hogy az útfejlesztések megyeszerte elkezdődnek. Tudjuk azt, hogy Vásárosnaményban is van még adósságunk, hiszen a ránk vezetett forgalmat tovább is kell vinni, épp ezért a meglévő úthálózatokat mindenképpen fejlesztenünk kell, és az elkerülő utakat úgy nyugat, mint kelet irányában mindenképpen meg kell oldanunk, és ehhez forrásokat kell majd találnunk. Gazdaságfejlesztési szempontból milyen új lehetőségeket jelent ez? Ugye a bejátszásból is nagyszerűen látható és érzékelhető volt, hogy a Swiss Krono újraindult Vásárosnaményban. Ez egy 40 éves múltra visszatekintő forgáslapgyár, amely most már Swiss Krono néven foglalkoztat 120 főt, és ezáltal nem csak a munkaerőpiaci igényeket elégítette ki, az itt korábban dolgozóknak 60-70%-a kerülhetett vissza erre a munkahelyre, egy korszerű technikai felszereltség mellé, hanem azt is látjuk, hogy a város kasszáját is jelentősen pozitív irányba fogja majd befolyásolni ennek a gyárnak az indulása. Hogyha itt megjelennek új befektetők, ami ugye a reményekben szerepel, az komoly feladatokat ró a munkaerő biztosítása tekintetében. Milyen feladatai vannak ezzel kapcsolatosan Vásárosnaménynak? Így van, tehát azt mindenképpen látnunk kell, hogy a közfoglalkoztatás, mint olyat kinőtte a rendszer, ettől többre van szükség, mindenképpen segítenünk kell a képzéseket, olyan ötleteket és olyan irányokat kell meghatároznunk nekünk is, mint önkormányzatoknak, mint helyi vezetőknek, hogyan tudunk szakképzett munkaerőt helyben tartani, hogyan tudjuk az ő felkészültségüket biztosítani, mert azt be kell látnunk, hogy az elvándorlás azért érzékelhető minden területen, bár érdekes módon a beregi települések lakosság száma az stabil, sőt növekszik is. Milyen típusú képzésekben gondolkodnak, és milyen ilyen szintű képzés az, amit Vásárosnemény el tud képzelni? A szakképzés mindenképpen kiemelt szerepű. Vásárosneményben is van szakképzőiskola, a Lúnyék szakgimnázium és szakképzőiskola odafigyel arra, hogy most már ne csak a pincér és a felszolgáló területekre, hanem a lakatos, esztergályos területekre is ismét képezzenek megfelelően fölkészült szakembereket. A magasan képzett munkaerő viszont komoly gondot okoz. Milyen lehetőségei vannak Vásárosnaménynak arra, hogy egy megtartó erőt tudjon, vagy egy visszavonzó erőt tudjon kiépíteni? Óriási dolog volt az adatfeldolgozó Vásárosnaményba történő fölépítése. Itt a közigazgatási hatósági szolgálatról szólok.
köznéven csak úgy nevezik, hogy csekkgyár. Nagyon sokan találkoztunk már azonnal érkező kedves kis csomagokkal. Azt látjuk, hogy ez a egység több mint 300 fiatalnak adott munkát. A fluktuáció elég nagy, hiszen arra, hogy egy család elinduljon, és az itt keresett jövedelem elegendő legyen ahhoz, hogy megéljenek. Egy idő után azonban tovább kell lépniük, és megnézni a lehetőségeket. Tehát én azt mondom, hogy itt a megkeresett jövedelem helyben marad, viszont azt is látjuk, hogy a magasan képzett, úgymond volt diákjaim nem feltétlenül találják vonzónak a beregi térséget. Ezen kell mindenképpen változtatnunk. Mi már személyesen is és rendszeresen találkozunk a mérnök hiánnyal, az orvos hiánnyal, és ezen mindenképpen előre kell majd lépnünk a jövőben. Vannak már jelenleg futó olyan projektek, amik akár ezt is célozzák, hiszen rengeteg fejlesztés indult most el Vásárosnaményban. Jelenleg arra próbálunk odafigyelni, hogy a egyetemeken, főiskolákon tanuló gyerekeinket a burza és egyéb pályázatok kapcsán próbáljuk meg röghöz kötni, azaz gondolkodjanak el azon, hogy egy várostól kaptak egyfajta támogatást, akár központi segítséggel is, akkor az életüket próbálják meg itt elképzelni, és próbálnak meg majd a szülőhelyükön letelepedni. Mik azok a topos forrásból megvalósuló fejlesztések, beruházások, amik akár élhetőbbé is teszik ezt a várost? Mindig el szoktam mondani, hogy a topos területen nem toporogtunk, hiszen több mint 3 milliárd forint az az összeg, amire pályáztunk. Kiemelném a zöld város projektünket, amely kapcsán az ötvös kúriát szeretnénk megújítani, felújítani. Ez egy nagyon szép és híres épület volt, hiszen az ötvös család berekhez kötődése egyértelmű. Látjuk azt, hogy az idők folyamán eléggé lepusztult állapotba került ez az épület, viszont én örömmel látom, hogy a megye számos pontján ezek a kúriák megújulnak, ezért bíztunk abban, hogy itt a kúria felújításával, a zöld felületek bővítésével, a környezet átalakításával ezen projektünk sikeres lesz. Ugyanakkor figyelnünk kell a leromlott városi területek rehabilitációjára is, aztán odafigyelünk az óvodafejlesztésre. Szerencsére a kis beindult kistérségi bölcsődénkben most már 19 gyermek van nap mint nap, de látjuk azt, hogy a bölcsőde mellett az óvodánkat is fejleszteni kell. Két csoportszobára pályáztunk. Kiemelném a közlekedés fejlesztés terén azt, hogy az autópálya mellett figyelnünk kell a kerékpárutakra. A kerékpárutaknak nem csak a turizmus szempontjából van kiemelt szerepük, hanem a munkába járás kapcsán is jelentősek, és biztonságosabbá teszik a közlekedést, a mindennapi bejárást. Épp ezért Vásárosnemény és Kisvásárosnemény között terveztük és pályáztunk egy kerékpárút megépítésére. Én bízom abban, hogy ez a kerékpárút összeköti a Bereget és Szatmárt is, ezáltal a munkába járáson túl lehetőséget biztosít a szatmári beregi csodálatos táj megtekintésére, és ezáltal egyfajta turisztikai vonzerőt is teremt majd. Ugyanakkor, ha turisztikáról beszélünk, nem mehetünk el a kerékpár mellett a hajók, a kajakok és a kerünk mellett sem, hiszen az ország egyik legcsodálatosabb folyó a Tisza. Ugye a térségünket szeli át, városunkat pontosan ketté, és ettől ad egy különleges fényt, egy különleges varást ennek a településnek. Szeretnénk a turizmus terén egy kicsit most már nagyobbat durrantani, úgymond, mert itt sem állhatunk egy helyben, mint ahogy a folyó folyik, mi is haladjunk előre. Elindultunk a Kajakkanú Szövetség kapcsán, erről egy korábbi beszélgetésünkön már nagyon sokat szóltam, ugyanakkor látjuk azt, hogy a fiatalokban másfajta igény van. Az, hogy ők 11 óra magasságában indulnak el éjszaka szórakozni, ez egy dolog. Valahogy oda kellene őket vonzanunk, ehhez pedig olyan free wifi-vel ellátott kávézókat, pontokat kellene kialakítanunk a parton, ahol ők elő tudják venni laptopjaikat, okostelefonjaikat, és miközben érintkeznek a külvilággal, akkor megcsodálhatják ezt a csodálatos tiszai homokot és a Tisza vizét is. Ugyanakkor a turisztika egy érzékeny terület, hiszen pont az a vonzereje a Beregnek, hogy érintetlen és minél inkább természetes közeg tud lenni. Mennyire tudják egy ilyen turisztikai fejlesztésnél ezt a szempontot figyelembe venni? Nagyon nehéz, mert itt is megosztanak a vélemények. Pontosan érezzük azt, hogy van, aki pihenni jön, csendre vágyik, este 11 óra után átadja magát annak, hogy most pihen és feltöltődik. Ugyanakkor a fiatalság egész más irányokat szeretne.
épp ezért az önkormányzatnak, a miénknek is és a környező települések önkormányzatainak jelentős feladat az, hogy például hogyan tudják betartani a csendrendeletet, milyen programokkal, milyen eseményekkel várják ide a fiatalokat, mely réteget céloznak meg. Nem egyszerű az élet, de úgy hiszem, hogy minden évben próbálunk az életminőségen és a nyaralók biztonságán és élményszerű nyaralásukban segíteni. Filip Sándor, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Köszönöm szépen.